Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Vonzóvá teszik a vasutas szakmát, együttműködik a Dombóvári Szakközépiskola és a Real Cargo. Változás, szigorúbb védelem a bíróságok ügyfeleinek. Kúttörvény, 2020 végéig tart a moratórium. Kerékpáros közlekedés, nem minden átkelőnél kell leszállni a kerékpárról. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Hatalmas a munkaerő hiány, ez különösen igaz a vasutas szakmára, ahol még a dolgozók nyugdíjba vonulása is nehezíti a pozíciók feltöltését. Az utánpótlás érdekében a Real Cargo Hungária, a Pesti, a Győri szakközépiskola után most a Dombóvári Apáczai Csere János szakközépiskolával is stratégiai megállapodást kötött. A tanulóknak gyakorlatot, szakmai képzést és ellátást is biztosítanak majd a jövőben. Az árufuvarozás mikéntjét is bemutatja a Real Cargo Group kisfilmje. Nem ismeretlen ez a világ a Dombóvári Szakközépiskola OK-s képzésére járók számára. A vasutas szakmát tanulók azt mondják, régi vágyuk válna valóra, ha el tudnának helyezkedni egy ilyen vállalatnál. Nekem nagyon tetszik, én ezen a szakon szeretnék tovább menni. Elsősorban vasútforgalmi szolgáltatóként szeretnék tevékenykedni, utána pedig meg szeretném próbálni a közlekedésmérnöki egyetemet. Alapból, amikor jöttem, ez volt a cél, hogy itt maradok a műhelyben, mint szerelő. Aztán igazából én ugye a jövőképre elképzelve az lenne, hogy tovább szeretnék haladni a ranglétrán felfele műhelyfőnök. A munkaerő hiánnyal küzdő Real Cargo Hungária a sikeres szakképzés elősegítéséért. A Pesti és a Győri szakközépiskola után a Dombóvári szakközépiskolával is stratégiai megállapodást kötött. Bennünket elsősorban a munkaerő hiány motivál, amit az Real Cargo Hungáriát az duplán is sújtja, tehát egyrészt van általában hiányoznak a piacon a munkavállalók, tehát a munkanélküliségi ráta az alacsony, a másik az Real Cargo Hungária korábbi létszámcsökkentések következtében a szakember kádrája előregedett, és nagyszámú kollégánk megy hamarosan nyugdíjba. Egy európai céggel való 5 éves együttműködés egy kisvárosi szakközépiskolának egyedülálló lehetőség, mondja az iskola igazgatója. Hiszen az így megszerzett tudással az iskola padjaiból kikerülő diákoknak azonnal lesz állásuk. Ahhoz, hogy mi tudjuk, hogy a munkaerőpiacnak mire van szüksége, nekünk folyamatos napi kapcsolatot kell tartani vele, ami alapján tudjuk, hogy milyen képzéseket és milyen embereket vegyünk fel bizonyos képzésekre. Ez az együttműködési megállapodás lehetőséget biztosít számunkra, hogy folyamatos kapcsolatot tartsunk 5 évig Real Cargo Hungária ZRT-vel, amit én egy kiemelkedő dolognak tartom. Ábrahám Norbert, a Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója szerint még több ilyen megállapodásra lenne szükség a munkaerőpiaci helyzet miatt. A korábbinál komolyabb számunk kérhetőséget hozott a személyes adatok tárolását és kezelését tekintve a bíróságok ügyfeleinek a tavaly hatályba lépett egységes Európai Uniós adatvédelmi rendelet. A GDPR-ként elhíresült szabályozás külön kitér arra, hogyha valakinek nem megfelelően kezelik az adatait, akkor kifogást nyújthat be ez ellen. Tavaly egy büntetőügy tárgyalásán készültek ezek a felvételek. Ugyanabban az évben, amikor az Európai Unió államaiban hatályba lépett a Magyarországon is kötelezően használandó egységes adatvédelmi rendelet. A GDPR-ként elhíresült szabályozás komoly változást hozott az úgynevezett közfeladatot ellátó szervek, így a bíróságok működésében is. Ezekben az intézményekben adatvédelmi tisztviselőket kellett kinevezni, akiknek a feladata, hogy felügyeljék azt, hogy a bírósági ügyekben érintettek személyes adatait biztonságosan és helyesen tárolják. A másik jogintézmény, ami újdonságként kerül bevezetésre, az az úgynevezett adatvédelmi incidens. Az adatvédelmi incidens azt jelenti, hogyha az adatkezelőnél bármilyen személyes adat kapcsán az adatnak a birtokosa természetes személy vagy nem természetes személy úgy érzi, hogy ezeket az adatokat elvesztették, megsemmisítették, módosították, vagy bármilyen más jogtalan beavatkozást végeztek. A panaszokat a bíróságokon vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is meg lehet tenni.
A panasz alapján az említett NAI egy vizsgálatot folytat le, aminek az eredményeként a marasztalás mellett a figyelmeztetéstől egész 120 millió eurós bírságig történhet meg az adatkezelőnek a bírságolása. A szexádi törvényszéken eddig egy esetben tettek panaszt az adatok nem megfelelő kezelése miatt. Jelentős szakember hiány van továbbra is az egészségügyben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az orvos pozíciók száma több mint 40.600 volt 2017-ben, ezek közül valamivel több mint 1.600 státuszra nem találtak orvost. Az optimális működéshez 42.200 orvosra lenne szükség, az országban több mint 50.700 szakápoló, műtős és asszisztens dolgozott a kórházakban, a megfelelő működéshez pedig 53.400 szakemberre lenne szükség. Bár a szakember hiány Szekszárdon is érezhető, a cél, hogy a jelenlegi szolgáltatási csomag megmaradjon és ne kelljen az ellátásokat csökkenteni, mondta Németh Csaba, a Balassa János Kórház főigazgatója stúdiónk vendégeként. A kórház igazgató elmondta, az intézmény jelentős társadalmi kapcsolatokat épített ki az évek alatt, és fel van készülve arra a többlet feladatra, melyet a Paks 2 beruházás jelent a térségben. A kórház igazgatója kiemelte, évek óta közel azonos betegszám fordul meg az intézményben, és a legfontosabb cél a bizalom megtartása a betegekkel szemben. Ez évente 30 ezer fekvő beteget, illetve 500 ezer járó beteget jelent, amit csak úgy viszonyításképpen biztos, hogy sokan tudják, csak tegyük egymás mellé a két számot, tolna, hogy a lakossága 220 ezer, ehhez mérten nálunk ennyi eset, ellátási esemény történik, tehát elég sok emberrel foglalkozunk egy évben. A Tolna megyei kormányhivatal nyilvántartása szerint az álláskeresők 2018 évi átlagos száma Tolna megyében 5802 fő volt, ez 15,3%-kal kevesebb az előző évinél. Az elhelyezkedési esélyek szempontjából a legfontosabb tényező a legmagasabb iskolai végzettség volt. A megye területén 2018 átlagában a nyilvántartott álláskeresők 46,3%-a legfeljebb 8 osztályt végzett, a szakmunkás bizonyítványa a rendelkezők aránya 27,6%-os volt, 22,4% középiskolában szerzett érettségit, felsőfokú végzettséggel pedig 3,7% keresett munkát. Az egy évvel korábbihoz képest kedvező tendencia, hogy az alacsony iskolázottságúak aránya 1,4% ponttal csökkent. Több Szekszárd közlekedését érintő napirendi pontot is tárgyalt a csütörtöki közgyűlés előtt a Város Gazdasági Bizottsága. Szó esett a város parkolási rendjének szabályozásáról, mely közel 1600 parkolóhelyet érint. Várhatóan nem lesz díjemelés a parkolókban, ám szabályozni fogja a város a kedvezményeket, mondta Kővári László elnök. Ugyancsak a közlekedést érinti, hogy több rossz minőségű utca felújítása kezdődhet meg a tavasz folyamán, miután a város pályázik az utcák alatt húzódó csatornarendszer kijavítására, aminek meg kell előznie az úthálózat karbantartását. Kiválasztottuk azokat a legsürgősebb utcákat, ahol valóban ezeket a csatornajavításokat, pótlásokat beruházás eleggel meg kell valósítani, és utána az útburkolat is sorra kerülhet. Ez egy nagyon fontos lépés, erre mindig 40 millió forintot fogunk szánni. 2020. december 31-éig tolták ki a bejelentési kötelezettséget a furt kutakra az elfogadott vízgazdálkodási törvényben. Eddig az időpontig bírság nélkül jelenthetik be a tulajdonosok gazdasági vagy háztartási furt kutjaikat. A bejelentéshez azonban fúrási tervet is csatolni kell, ami legtöbb tulajdonosnak nem áll rendelkezésére. Egyelőre nem tudni pontos számokat, hogy mennyibe is kerül egy ilyen terv elkészítése, de az biztos, hogy a kut tulajdonosoknak mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk a tervek elkészítéséhez. A bejelentésnél illetéket nem szab ki a hatóság. December közepén került a parlament elé az a javaslatcsomag, mely tartalmazza többek között a jogszabálymódosítást is, amely rendezné a kerti kutak engedélyezésének helyzetét. Ez nagyon sok kertesház tulajdonosát érinti, olyanokat is, akik ingatlanukat évtizedekkel ezelőtt vásárolták meg, már meglévő vízkivételi hellyel, és azokat is, akiknek telkén ugyan ott a kút, de azt nem használják. Ez a szekszárdi családi ház kertjében furt háztartási kút 8 méter mély, a kert öntözésére szolgál. A tulajdonos még nem jelentette be a furt kutat. 5 évvel ezelőtt csináltattuk ezt a kutat,
Utána ugye jött ez a rendelet, hogy kell engedélyeztetni, nincs is semmi gond, szeretnénk engedélyeztetni, mert úgy gondolom, hogy ez állampolgári kötelességem is, valamire biztos akarják használni ezt az adatot, hogy itt van kút. Viszont hát a tervezési díj az olyan drága, hogy hiába ingyenes az engedélyezés, a tervezők 100 000-es nagyságrendű pénzeket kérnek azért, hogy van egy 8 méter, 10 méter mély 40-es lyuk a földbe. Egyelőre még azt sem tudni pontosan, kik azok, akik utólag elkészítik egy már meglévő kút tervét, amit az engedélyeztetéshez csatolni kell. A bejelentés a jövőben illetékmentes lesz, ez érvényes azokra is, akik 2020. december 31-e, tehát a moratórium lejárta után jelentik be addig illegálisan létesített kútjukat. Egy 2016-os törvénymódosítás az illegalitással járó bírságot is eltörölte. Ez abból állt, hogy aki 2018. december 31-ig ezt az engedély nélküli kútját bejelentette a hatósághoz, és vízjogi fennmaradási engedélyt kért rá, azoknak az esetében eltörölte a bírságot a törvény. A kamara javaslatára ezt a 2018. december 31-i határidőt hosszabbították meg 2 évvel, tehát most 2020. december 31-ig van arra lehetőség, hogy a tulajdonosok legalizálják ezeket az engedély nélkül létesített kutakat. Magyarországon 1885-ben alkották meg azt a vízjogi törvényt, ami a vizek magántulajdonát megszüntette, vagyis kimondta, hogy a földben lévő víz állami tulajdon. Tehát a furt kutak létesítése és üzemeltetése azóta engedélyköteles. Nem minden gyalogos átkelőnél kell leszállni a kerékpárról, feltéve, ha az átkelő bicikli úton halad keresztül, van, ahol simán át lehet tekerni, ezt sokan nem tudják, és emiatt gyakoriak az autósok és a biciklisek közötti konfliktusok. Szekszárdon az önkormányzat külön kiegészítő táblákkal is segíti a kerékpárosokat. Ez a tábla a gyalog és kerékpárút végét jelzi, ez a mérvadó minden állampolgár számára, ki azon a kerékpárút gyalogúton közlekedik. A KRESZ-ben hivatalosan szereplő, a kerékpárút végét jelző, kerekszínű, pirossal áthúzott tábla jelzi ennél a zebránál, hogy itt véget ér a kerékpárút. Ezen a kereszteződésen innen érkezve miatt csak gyalogosan, vagyis a bicikliről leszállva lehet áthaladni. Ez a kerékpár utat jelölő út burkolati jel. Ha valaki ilyet lát az úttesten, amely keresztezi az útját, akkor ezen áthajthat kerékpárjával. Ez pedig egy másik átkelő, ami néhány száz méterrel arrébb található, ugyanazt a kerékpárutat szakítja meg. Itt nem kell leszállniuk a bicikliseknek, mert az úttesten sárga festékkel ki van jelölve a kerékpárút nyomvonala. Azt, hogy le kell leszállni a bicikliről a kerékpárúton haladva egy átkelőnél, tehát a KRESZ-ben használt tábla és az úttestre festett sárga jelölés megléte vagy hiánya együttesen szabályozza. A megszakított kerékpárútnál, ahol gyalogos átkelőhely van és mellette kerékpáros utat jelző útburkolati jel nincsen felfestve az úttestre, gyalogosként kell közlekedni. Ez azt jelenti, hogy le kell szállni a kerékpárról és gyalogosan kell áttolni azt az úttesten. Az, aki ezt a szabályt nem tartja be, szabálysértést követel, amiért akár 50 000 forintos bírságot is kaphat. Néhány nappal ezelőtt jég alá került egy ember a Pest megyei Sziget-Szent Miklóson egy horgásztóban. Hiába kezdték meg a mentést a búvárok, nem tudták megmenteni a férfi életét. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy Tolna megyében nem alkalmasak a szabad vizek a korcsolyázásra, és ha az elkövetkező hetekben újra fagy lesz, akkor sem biztos, hogy elég vastagságúra hízik a jég. Csúsztatják a jégen a létrát a szekszárdi tűzoltók, hogy közelebb férkőzzenek és kimentsenek egy jég alá szorult embert. Bár ez csak egy tavalyi mentési gyakorlat, az életben is előfordulhatnak ilyen tragikus események, miként a Pest megyei Sziget-Szent Miklóson is történt a minap, ahol egy jég alá szorult férfi életét a búvárok már nem tudták megmenteni. A befagyott szálkai tavat sokan körbe korcsolyázzák télen, ám mielőtt rálépnénk a jégre, érdemes meggyőződni arról, hogy megfelelő vastagságú és minőségű-e, figyelmeztet Ackermann Zsuzsanna, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője. A legfontosabb szabály az, hogy mindig a part közelében korcsolyázunk, győződjünk meg a jégnek a vastagságáról. Nagyon jó dolog, hogyha nem egyedül megyünk a jégre, mert hogyha többen vagyunk, akkor lehetséges segítséget is hívni. Hogyha recsegéseket, ropogásokat hallunk, akkor ez azt jelenti, hogy olvadás, olvadt időszak következik, ezért fontos az, hogy olyankor inkább ne menjünk jégre. A biztonsághoz legalább 8-10 cm vastag jégtakaró szükséges, és azt is fontos tudni, hogy a sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb, mint a hómentes helyeken.
Folyóvizeken a jogszabály tiltja a korcsolyázást, nem is javasoljuk, hiszen nem lehet pontosan megállapítani a jégnek a vastagságát. Ezért leginkább állóvizeken lehet korcsolyázni, illetve műjégpályákon, ezek a legbiztonságosabb helyek. Nagyon fontos, hogy egyedül ne menjünk a jégre. Vízálló tasakban rakott mobiltelefon és egy bajtás nélkül ne induljunk el a jégre, és az sem árt, ha van nálunk kötél, egy hosszabb bot és száraz ruha, mert ezek életmentőek lehetnek, ha megtörténik a baj, teszi hozzá a szakember. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint bár az elkövetkező napokban -3 fokra ébredhetünk, fokozatos enyhülés veszi kezdetét. A székely települések sikereivel zárult a bonyhádi téli teremtornák sorában éppen következő kocsmáros kupa. Ez a sorozat, melyen az idén 12 csapat vett részt, abban különbözik a többi öttől, hogy a megye első osztály alatti bajnokságokból és az ifjúsági korosztályból várják elsősorban a különböző térségbeli csapatokat. A vendéglátósok, kocsmárosok nem a pályán mérik össze tudásokat, hanem abban, hogy támogatóként ki tud jobb, eredményesebb csapatot összeállítani a tornára. A 12 csapatos, bonyhádi és környékbeli kocsmárosok vendéglősök által létrehozott tornán jellemző, ezt a szabályok is diktálják, hogy a megye 2-ben, illetve ez alatt és az ifjúsági bajnokságban szereplő játékosoké, illetve fiataloké a főszerep. Mindössze 2 megyei első osztályban játszó labdarúgó léphet pályára a tornán. Valóban a mai torna, a 16. kocsmáros kupa az arról szólt, hogy ugyan a profi játékosok is csökkentett létszámon ugyan de pályára léphettek, de lényeg az volt, hogy az amatőr focistáknak is megadjuk a lehetőséget arra, hogy pályára lépjenek itt a bonyhádi sportcsarnokban. Az egésznapos tornának is döntőt az izményi szervezésű Robi Bál és a bonyhádi ifikre építő Pitó Bál játszotta. 3-2-re a Robi Bál nyert, és lett bronzérmes az idén, aminek izményben felettét tudta körülni. A csapatunk már körülbelül 15 éve mag együtt játszik, ugye nagy része izményi játékosok, és voltak ismerettségeink, ezáltal beszerveztünk több környékbeli játékost, és nagyjából azt tudom mondani, hogy szerintem egy 5-6 éve, 7-8 éve egy állandó keretet tudunk megjelenni a tornákon. A fináléban a Kakasdi szervezésű Téglás Presszó a kiemelkedő játék erejét érvényesítette a majosi tartalékokból építkező Kedves Presszóval szemben is. A fekete sereg, nevezzük így, 4 látványos góljára, amiből 3-at Simon József szerzett, csak egy jött válaszként a zöldektől a 2x12 perc során. A végeredmény 4-1, így egy évre Kakasra került a kocsmáros kupa. A régió híreivel folytatjuk iradónkat. Sok munkát ad a hideg a vadászoknak, folyamatosan etetik a vadakat. Hagyományőrzés és a fiatalok megszólítása, Schwabbát szerveztek a Mohácsi Nemzetiségi Önkormányzatnál. Kézműves termékek, mesekönyvek, kulturális program, a Magyar Kultúra Napját ünnepelték Kárászon. A néhány hete beköszöntött igazi tél bőven ad munkát a somogyi vadászoknak, hiszen ilyenkor több törődést igényelnek az erdő állatai, mivel kevesebb lehetőségük van táplálékot találni. Lengyel-Tótiban folyamatosan etetik a vadakat. Az idei telet elég jól átvészelték az erdő állata is, a vadászoknak sem kellett sokat járniuk az erdőt, ám a néhány hete beköszöntött igazi hideg bőven ad feladatot a somogyi nimródoknak. Ezért ugye naponta többször is ugye körbejárjuk mindig az összes etetőt, szóróhelyet, etetőhelyeket, és mindegyik, amelyik ugye feltöltésre szorul, azokat mindegyiket ugye föltöltjük ugye kukoricával, szénával, sóval, tört szemmel, bármi mással, amit éppen igényelnek ugye most ilyenkor ugye a vadak. A nagyvadak számára ilyen etetőkbe teszik az élelmet, kerül bele nyalósó is, amely az ásványanyag utánpótlás szolgálja. Általában naponta egy ilyen 4-5 mázsa kukoricát, illetve 1-2 körbeáll a szénát szoktunk eletetni. Hogyha ugye keményebb hideg van, akkor ugye naponta ugye több gépjárművel, több emberrel ugye oldjuk meg az etetéseket. Erre eddig nem volt példa. A folyamatos etetés elengedhetetlen télen. Máshol ugye nem igazán talált magának ugye takarmányt, ugye ilyenkor a mezőgazdasági kultúrák szinte kiürülnek, ilyenkor ugye csak a téli etetőhelyeken találja meg a számára szükséges tápanyagot, táplálékforrást.
ugye a lakott területeken is ugye azért próbáljuk ugye minél jobban etetni őket, ugye az erdőbe bent tartani, hogy ugye a lakott területeken közutaktól ugye távol tartsuk mindig a vadat. Amiatt is lényeges a vadállomány etetése, hogy jó kondícióban vészeljék át a nagyvadak a telet, hiszen az őzek már ilyenkor megkezdik az újagancs építését, amely aztán a szezonban komoly értéket jelent a vadgazdálkodóknak. Mohácsról legtöbbünknek a busójárás jut eszébe, de az ott élők mindegyike igyekszik megőrizni és ápolni saját tradícióit, szokásait. A mohácsi német önkormányzat szervezésében Schwab bált rendeztek hétvégén, a farsangi mulatságot kulturális műsor színesítette. A mohácsi német önkormányzat segíti a közösség kulturális életének fellendítését, a német ház működését Schwab szoba és udvar kialakításával, interaktív népismereti órákkal, könyvtárral, valamint népzene és néptáncoktatással. A Schwab bál visszatérő rendezvényük, melyet a helyi önkormányzat is támogat. Ma estére a Villányi Nemzetiségi Néptánccsoportot hívtuk meg, és hagyományosan az Ingendek Fele kórus énekel. Az Ingendek Fele kórus egyike az itt Mohácson működő nemzetiségi egyesületeknek, és ők hagyományosan minden Schwab bálban fellépnek. Egyébként több egyesületünk is van itt Mohácson, rajtuk kívül még a Mohácsi Németek Egyesülete, illetve Mohácson túl eljutott talán már a híre a Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttesnek, ami egy kuriózum tulajdonképpen, hiszen ők nem csak Mohács, nem csak Schwab, hanem horvát és magyar táncokat is táncolnak. A Mohácsi Német Önkormányzat törekszik arra, hogy a fiatalokat minél nagyobb arányban bevonják a programokba és a szervezésbe. Az önkormányzat feladatának tartja azt is, hogy olyan csoportokkal, civil szervezetekkel létesítsenek kapcsolatot, melyek hagyományőrző tevékenységet folytatnak. A Villányi Nemzetiségi Táncsoport vagyunk, és 94-ben alakult az egyesület. Akkor még nagyon kis számban léptünk föl, és alapítottakként, még nagyon piciként szerepeltem az egyesületben. Mai napság viszont most már 12 éve lassan, mint ifjúsági tánccsoport vagyunk jelen. Főleg itt Baranyában és a környéken szoktunk táncolni, de külföldre is hívtak már minket. A Mohácsi Német Nemzetiségi Házban a fiataloknak ingyenes harmonika oktatást is biztosítanak. Működik egy óvodás tánccsoport, de minden nap vannak egyesületi foglalkozások. Az interaktív kiállításon pedig az eredeti Schwab bútorok mellett a rendeltetésszerű díszítő és használati eszközök is láthatók. Kézműves termékek, mesekönyvek, kulturális program, a Magyar Kultúra Napját ünnepelték Kárászon. A baranyai településen fontosnak tartják, hogy minden évben megszervezzék ezt a rendezvényt. A résztvevők a falu történetével és a helyi termékekkel is megismerkedhettek a programon. A Magyar Kultúra Napját ünnepelték Kárászon. A baranyai településen hagyományosan minden évben megrendezik ezt az eseményt. Az idei alkalomra helyi lakosok érkeztek. Mindig hétvége előtt szoktuk megtartani, mert azt reméljük, hogy akkor többen fognak a településről érkezni. Itt a faluban igyekszünk minden nagyobb nemzeti ünnepet megtartani, megemlékezni róla, de nem csak erről szól a kultúra nálunk. A rendezvényen ugyanis helyi kézműves termékekkel is megismerkedhettek a látogatók, emellett különleges könyvekkel is készültek a szervezők. Császár Levente baranyai települések történeteit foglalta mesékbe. Az író szerint fontos, hogy az emberek megismerjék saját falujuk, városuk történetét. Mindig szerettem a meséket. A gyerekkori mesevilág megmaradt, valószínű az átjött most felnőtt korra is, és én egy ilyen kis mesevilágban létezem, tehát tulajdonképpen csak a saját kis világomat kell papírra vetni. A rendezvényen a Közkincsgála decemberi műsorát is láthatták a résztvevők. A Völgységi Dalkörrel a Wendel Betyár történetét dolgoztuk fel, ami egy környékbeli legenda és hagyományos dolog, népdalokkal, szöveges részekkel. A szervezők szerint fontos, hogy minden évben megünnepeljék a Magyar Kultúra Napját, nem csak a nagyobb városokban, hanem az olyan kisebb településeken is, mint Kárász. Műsorunk végén tekintsük át még egyszer a legfontosabbakat. Vonzóvá teszik a vasutas szakmát, együttműködik a Dombóvári Szakközépiskola és a Real Cargo. Változás, szigorúbb védelem a bíróságok ügyfeleinek. Kúttörvény, 2020 végéig tart a moratórium. Kerékpáros közlekedés, nem minden átkelőnél kell leszállni a kerékpárról.
Szerdán párás, ködfelhős és naposabb, vékonyabb felhős területek időszakok váltakozása a legvalószínűbb, délelőtt van több esély napsütés előfordulására, délután ismét vastagabb felhőzet ígérkezik. Jellemzőbbnek előfordulhat gyenge, szorványos hószálingózás, vegyes szitálás is, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessenek bennünket a Facebookon, vagy nézzék vissza adásainkat a honlapon, vagy a YouTube csatornánkon. Viszontlátásra!